Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Hatodik alkalommal adták át a Mésző Miklós díjat, Szvoren Edina novellás kötetéért kapta az elismerést. Az őrök mentették meg, felakasztotta magát egy rab a szekszárdi börtönben. Kémény tüzek, télen megszaporodnak a nem megfelelő karbantartás miatti káresetek. Generációváltás, 25 éves Torna megye egyik meghatározó útépítő cége. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 16. alkalommal adták át a Mészői díjat és a Mészői emlékplakettet. A bírálók ezúttal Szvoren Edinát jutalmazták új novellás kötetéért. A Szekszárd város által alapított emlékplakettet Jankovics Zoltán vehette át. Még össze sem raktam semmit. Hiába az ilyen kicsi lakással is van ám gond. Különösen ilyenkor reggel. De én szeretem. Szeretem, ha gond van vele, így valahogy jobban a miénk. Loboda Izabella, a Mészői vers és prózamondó verseny harmadik helyezettje idézte meg Mészői Miklóst Ablakmosó című művének részletével. A Mészői Társaság alelnöke Szkárosi Endre örömét fejezte ki, hogy az idei év díjazottja Szvoreda Nina, aki már 2 esztendővel ezelőtt is a díj egyik várományosa volt, novellás kötetével érdemelhette ki a díjat. A feljövő is már irodalmi és erkölcsi értelembe befutott, de még fiatal írók közé tartozik, akinek nagyon szuverén az alkotó írásművészete. Nem feltétel a Mészői díjnál általában, hogy valami kimutatható köze legyen, de párhuzamosítható bizonyos mészői tapasztalatokkal. Azon kívül pedig, aminek én személyesen is nagyon örülök, hogy egy olyan író, aki nem kizárólagosan, de visszatért a novella műfaj műveléséhez. A díjazott azt mondta, Mészői Miklós Saulusa jelentette számára a felismerést a kortárs magyar irodalom értékeiről. Az az igazság, hogy a díjak nem a személyiségnek, nem abba, és nem abba a gondolkodásnak, nem abba a bugyrába rakódnak le, ahol az ember írt. Tehát van valamilyen nem gátol, nem gátol, hogy ha egy-egy írás vagy kötet nem kap olyan visszhangot, vagy nem tudom, rosszabb a kritikája, és nem annyira lök előre a pozitív elismerése. Ez ilyen szerintem. A Szekszárd város által alapított Mészői emlékplakettet ebben az esztendőben Jankovics Zoltán vehette át, a PAD irodalmi folyóiratért és a Mészői Miklós írótáborért végzett tevékenysége és írói munkássága elismeréseként. Magyarországon 6,4 milliárd forint keretösszegben írt ki pályázatot a kormányzat családbarát szülészetek kialakítására. A pályázat célja az volt, hogy a legbiztonságosabb és legintimebb környezetet alakítsanak ki az egyes intézmények szülészeti osztályai. 59 intézmény pályázott, ebből 44 nyert el forrást arra, hogy infrastrukturális fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket hajtson végre. A pályázaton részt vett a Balassa János Kórház is. 2016 után másodszor is elnyerte a minősített közművelődési intézménydíjat a Szekszárdi Közművelődési NKFT. A díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmával veheti át a Babics Kulturális Központ és Szekszárd város vezetése. Fegyőrök mentették meg egy rab életét a szekszárdi börtönben. A fogvatartott az ágy sarkára próbálta magát felakasztani. Az ott dolgozók viszont gyorsan észrevették ezt, és levágták a fiatal férfit a ruháiból készített kötélről. Itt a szekszárdi börtön egyik zárkájában próbált öngyilkos lenni a 30 éves férfi. A ruháit használta kötélnek, azokat akasztotta fel az ágy sarkára, majd tette a nyakára a húrkot. Folyamatosak az ellenőrzések a zárkákban, a szinteken, és ennek köszönhetően kollégáim azonnal észlelték a férfi cselekményét. Haladéktalanul a zárkába siettek, itt levágták a fogvatartottat. Ennek a gyors beavatkozásnak is köszönhető, hogy a férfit stabil állapotban szállította a mentőhelyi kórházba. Miután a rabot kórházba szállították, a börtönparancsoka azonnal értesítette az édesanyját. A nő többször is megköszönte, hogy megmentették a fia életét.
Tavaly országosan egyébként 12 fogva tartott életét mentették meg a börtönökben dolgozó fegyőrök, Szekszárdon viszont egyetlen ilyen eset miatt sem kellett intézkedni. Magyar Szakszervezeti Szövetség a rabszolgatörvény visszavonását célzó demonstrációja miatt félpályás útlezárásra kell számítani január 19-én szombaton 13 és 16 óra között a Bátaszéki úton Szekszárd határában. A közlekedők megközelítően 80 autó megjelenésére számítsanak. Műanyagpalack, rongy és gumihulladék, bár illegális és veszélyes, mégis gyakran fűtenek télen ilyen anyagokkal. Ezek a légkörbe kerülve a környezetre és az emberi szervezetre egyaránt ártalmasak, ráadásul égéstermékük a kéményben lerakódva elzárja a füst útját, emiatt pedig könnyen kéménytűz alakulhat ki, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Néhány napja Tatabányán egy kéménytűz oltása után készítették a tűzoltók ezeket a képeket. A fűtési szezonban minden évben megszaporodnak az ilyen jellegű balesetek, pedig rendszeres karbantartással és odafigyeléssel könnyen megelőzhető lenne a baj, mondja Ackermann Zsuzsanna, a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője. A legfontosabb teendőnk a kémények felülvizsgálata. Rendszeresen ki kell tisztítatni a kéményt és a tüzelőberendezést. Gyakran kell szellőztetni, és soha nem szabad a tüzelőberendezést olyan helyiségben felállítani, ahol a levegőben tűzveszélyes anyag gőze fordul elő, vagy ahová ilyen levegőbe szivároghat. Nem szabad eltüzelni műanyagot, festett és rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat. Ezek az anyagok ugyanis tovább fokozzák a lerakódásokat, amíg kigyulladhatnak. Amennyiben a kémény járata leszűkül a behullott tégla, a vakolat vagy beköltöző madarak miatt, akkor az égéstermék visszaáramlik a lakásba. A kéménytüzet, a kéményből kiszűrődő morgó hang, a gomolygó sűrű fekete füst, valamint a kicsapó szikra és a láng jelzi. Ha a kémény nagyon átforrósodik, meggyulladhatnak a szomszédos faszerkezetek, a gerendák, majd a lakószinteken a padló és a fafödém is. A forróságtól a kémény kitágul, így a vakolat megrepedezik és lepereg, az épületben pedig komoly szerkezeti károk keletkeznek. Ha pedig már megvan a baj, akkor fontos, hogy az égésteret el kell zárni az oxigéntől, vagyis minden levegőben resztő nyílást be kell csukni, ezt követően pedig azonnal értesíteni a tűzoltókat. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte Bátaszéki telephelyén a Kész Kft. A javarészt útépítéssel és közterület felújítással foglalkozó cég Tolna megye legtöbb településén folyamatosan végez munkákat, leginkább az önkormányzatok megrendelésére. Csak Szekszárdon az utóbbi 10 évben 700 helyen dolgoztak. 1,3 milliárd forint értékben végeztek a városnak munkákat, több mint 700 helyszínen. Ez 20 km járó és 15 km út felújítást, építés jelent. Ács Rezső Szekszárd polgármestere a jövőben is számít a cég munkájára, ahogy más Tolna megyei városok is. 2018-ban két utcánk is megújulhatott, egyrészt kormányzati támogatásnak, önkormányzati támogatásnak és az ő kivitelezésüknek köszönhetően. Ez volt az egyik a Móricz Zsigmond utca, a másik pedig a Bezeredi utca, ami új aszfaltréteget kapott a városlakók megelégedésére. Remélem, hogy a jövőben is tudunk majd együtt dolgozni. Ha mi egymás kezébe csapunk egy beruházás kapcsán, akkor biztosak lehetünk, hogy az első osztályi minőségben, abban a formában olyan pénzügyi feltételekkel fog megvalósulni, amiben megállapodtunk. Tehát úgy gondolom, hogy az egyik legkorrektebb partner a Kész Kft. Az önkormányzatunk életében. A Kész Kft. Megalapításával 25 évvel ezelőtt még kockázatos útra lépett Kőműves József ügyvezető, az idő és az elvégzett munka viszont őt igazolta. A kezdetektől az volt a filozófiánk, hogy mi ne egy szokásos vállalkozás legyünk, aki az eredményére és a bevételére harcol, hanem nyújtsunk egy komplex szolgáltatást, egy segítséget a partnereinknek. És én azt gondolom, hogy ezt a megrendelők méltányolták. És ez volt az egyik záloga a sikernek, a másik pedig hát azért a partnereink, a beszállítók, meg a saját dolgozóik nálunk egy teljes biztonságban vannak. Erre építettek eddig is, és így lesz ez a jövőben is, még akkor is, ha 25 év után az alapító háttérbe vonul, és átadja a cégvezetést fiainak, akik már évek óta vele együtt dolgoznak. Már mind a ketten évek óta itt dolgozunk, tehát Krisztián 7 éve, én most már ez az 5. éve lesz, tehát igazából ugyanazt fogjuk folytatni, amit eddig is csináltunk, csak nagyobb felelősséggel. Úgy gondolom, hogy azért elég szép volt az előttünk álló példa. Ugyanezt próbáljuk követni mind a partnerekhez való hozzáállásban, mind a minőség, tehát a minőség mindig az első. A Kész Kft. Partnerei 90%-ban önkormányzatok, ahol a fizetést tekintve mindig hosszabb átfutási idővel kell számolni, de a cég erre is felkészült, képes finanszírozni a beruházásokat.
Érdemes pontosan tájékozódni a díjköteles úthálózatról, hogy az autósok elkerülhessék a bírságot. Januárban nőtt a fizetős útszakaszok hossza, ingyenes marad a Fejér és Bács-Kiskun megyek között az M8-as autópálya eddig megépült szakasza, valamint az M9-es Tolna és Bács-Kiskun megyek között. Jóval bonyolultabb kiigazodni a főváros körül húzódó M0-as autóút ingyenes és díjköteles szakaszain. A körgyűrű nagy része ingyenesen használható, de van olyan szakasz, ahol fizetni kell, és fizetősek a körgyűrűből a fővárosba vezető utak is. Érdemes figyelmesen autózni, mert véletlenül túlhajtva könnyen fizetős szakaszra lehet érni. A fenyőfa begyűjtési akció sikerrel járt, megközelítően a kihelyezett karácsonyfák 90%-át sikerült összegyűjteni. Az Aliszkatára még egy körjáratot indít majd azoknak a növényeknek a begyűjtésére, akiktől csak később váltak meg. Az összegyűjtött fákból tüzelőanyagot készítenek. Megközelítően 15 tonnányi fenyőfát sikerült az első körben összegyűjtenie az Aliszkatára munkatársainak. Szabó Antal ügyvezető azt mondja, ez jóval kevesebb, mint amennyit előzetesen terveztek. 8-10 ezer fenyőfát szállítottunk be. Ezeknek a feldolgozását hétfőn kezdjük meg, daráljuk és tüzelési helyre szállítjuk. Várhatóan 28-ai szállításunkkal még a lakótelepeken található elhagyott fákat be tudjuk szállítani. Ha ezek után is lesz olyan, aki még később szeled ide a fáját, azért is kimegy a terve autója. Szabó Antal azt mondja, az idei évben jóval könnyebb dolguk volt, mint az előzőekben, a lakók jelentős része a hulladéktárolók mellé vitte le a fáját. Az összegyűjtött anyagokat idén még Oroszlányban égetik el. Felvesszük a kapcsolatot a szekszári távhőszolgáltató vállalattal, és amennyiben lehetőség van rá, akkor természetesen ott fogjuk hasznosítani ezt az értékes tüzelőanyagot. Az Aliszkatára arra kéri a lakosságot, ha időn túl szeretnének még kihelyezni fát, értesítsék a szolgáltatót annak érdekében, hogy ne maradjon a parkokban vagy a ház előtt kidobott, elszáradt fenyőfa. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Nem ad vissza, de bankkártyával is lehet fizetni. Hétfőtől újraindul a parkolásrendszer Pécsen. Több látogató, több bevétel, jó évet zárt a Zsolnai Kulturális Negyed. A győzelem a cél, a Siófok KC eddig hibátlanul menetel a női EHF kupában. Idei első közgyűlését tartott a csütörtökön a Baranya megyei önkormányzat. Az ülésen 7 napi rendi pontot tárgyaltak a politikusok. Madaras Zoltán továbbra is 3 dolgot emelt ki a feladatokat illetően. A közgyűlés elnöke szerint a települési pályázatok sikeres menedzselését, a munkahelyteremtő vállalkozások, befektetések Baranyába csábítását és a horvát kapcsolatok további szélesítését kell erősíteni. Hozzátette, a top forrásokból megvalósuló beruházások és nagy hangsúlyt kapnak az idei évben. Kialakult egy olyan költségtöblet, amelyet a pályázatban lévő tartalékok, vagy esetleg az önkormányzati önerő már nem tud előteremteni. Ebben kérjük mind az irányítóhatóságnak a segítségét, illetve a pályázatban lévő lehetőséget próbáljuk minél jobban úgy terelni, hogy ezek a pályázatok megvalósuljanak, és utána teljes hatásfokkal, illetve műszaki tartalommal a gyerekek, vagy akár a felnőttek, vagy az ott lakók, azok tulajdonba tudják venni. Hétfőtől újraindult a parkoló rendszer Pécsett, az érintőképernyővel és bankkártya terminállal felszerelt jegykiadó használata egyszerű. Csak a rendszámot és a jármű típust kell megadni, bankkártyás fizetés esetén pedig a parkolásra szánt időt, majd kifizetni a megfelelő összeget. Ezentúl ugyanis érintésmentes fizetési lehetőség is választható. A startgomb megnyomása után következik az, hogy az ügyfélnek be kell írnia az autójának a rendszámát. Az új parkolóautomaták működését mutatták be a sajtónak. A jegykiadók már Pécs szerte a helyükre kerültek, hétfőtől pedig már üzemkészek lesznek. A cserét január elején kezdte meg a kivitelező cég, most pedig még a határidő előtt befejezték a munkálatokat. Ez Magyarországon a legfejlettebb automata, ami létezik, de ez Európa szerte is egy nagyon komoly és fejlett készülék. Az, hogy egy ilyen érintésmentes PayPass-os elfogadást is képes az automata kezelni, ez egy mindenképpen egy nagyon európai és korszerű 2019-nek megfelelő automata.
Az automaták újdonsága, hogy bankkártyával érintésmentesen is lehet fizetni. Ebben az esetben mi magunk dönthetjük el, illetve állíthatjuk be a gépen, hogy mennyi időre szeretnénk parkolni. Az automata mutatja, hogy mi a parkolási idő vége, és mi a fizetendő össze. Apró pénzzel továbbra is lehet fizetni, a rendszer azonban nem ad visszajárót. Ezt többek között azért vezették be, mert előfordulhat, hogy pénzváltónak használják az automatákat. A rendszer 2 hétig tesztüzemben működik, erre több szempontból is szükség van. Ez egy nagyon komoly informatikai rendszer, ezt a 160 gépet együtt kell üzemeltetni. Ugye ez van egy távfelügyeleti rendszer, ennek rengeteg funkciója van, gyakorlatilag az első lépéstől az utolsóig ez a távfelügyelet mindent mutat. Az, hogy milyen vásárlás történt, milyen tarifák történtek, mikor, mennyit vásároltak, az automata persélye megteltett, és még sorolhatnám, csak egy párat említettem. Az automatákat tehát hétfőtől lehet használni. A vásárlás egyszerű, csak a rendszámot és a járműtípust kell megadni, bankkártyás fizetés esetén pedig a parkolásra szánt időt, majd kifizetni a megfelelő összeget. Közel 45 ezerre nőtt a Zsök teljes látogatószáma 2018-ban az előző évihez képest, amivel rekordot döntött. A céghez tartozó intézményekben és rendezvényeken 628.339 fő fordult meg a tavalyi évben. Ez a legnagyobb látogatószáma cég létezése óta, de 2018 több szempontból is nagy sikert hozott a Pécsi Kulturális Intézmény számára. Zsolnai vázák, tálak, porcelánok, ezek a Gyugyi gyűjtemény darabjai a kulturális negyedben Pécsett. Erre a kiállításra is sokan voltak kíváncsiak. Derült ki a 2018-as év értékelésén, amit éppen a tárlatnak helyet adó épületben tartottak csütörtök délelőtt. Ezek az elvárások, ezek a remények, amiket mi megfogalmaztunk hangosan vagy félig hangosan, ezek nagyon szépen visszigazolták azt az elvárást, hogy igen, ez a negyed legyen a pécsi kultúrának a fellegvára, első számú attrakció, első számú helyszíne, és hát minél több ember ismerje meg. Így értékelte a város polgármester az EKF óta eltelt éveket. A negyedet működtető városi cégvezetője a tavalyi évet számokban is értékelte. Közel 45 ezerrel nőtt a teljes látogatószáma 2018-as évben. El lehet mondani, hogy rekordot döntöttünk a cég életében. A teljes látogatószámunk 2018-ban 628.339 fő volt. A megszervezett eseményeknél a fókuszt a mennyiség helyett a minőségre helyezték, így a 2017-es 2640 rendezvényhez képest 2018-ban 2527 programot tartottak. A Zsolnai negyedben közel 1700, a Kodály központban több mint 200 esemény valósult meg. Bátran mertek változtatni, ez a sikeres év titka az igazgató szerint. A Zsolnai jegyünk, amely az egyik legértékesebb jegyünk, 37%-kal növekedett 2018-ban. Itt azt lehet elmondani, hogy sikeresen nyúltunk hozzá, és ezek a dolgok, amikkel folyamatosan kell játszani és odafigyelni, és én azt mondom mindig, hogy sok kicsi sokra megy, és bár nem profitorientált cég vagyunk, de azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód fontos. Ennek köszönhetően 50 millió forinttal több saját bevételt értek el 2018-ban. Ehhez járult hozzá, hogy például a családi jegyet a 2 gyerekesekről a 3 gyerekes családokra is kiterjesztették, így növelve a bevételt ezekből. Már épül az új kápolna és közösségi tér Pécs legújabb plébániájának területén. A tervek szerint március közepére készülnek el a munkálatokkal, de a Szent II. János Pál pápáról elnevezett plébánia új templomára, amit a Rózsadomb aljára terveztek, már beérkeztek a pályaművek, jelenleg a zsűrizés zajlik. A plébániához Kertváros déli részén kívül további 5 falu tartozik. A Pécsi Egyházmegye 2019. január 1-ével alapított új plébániát, melyhez Kertváros újabb része, valamint Nagy Árpád, Postavölgy, Keszű, Gyód és Kökény tartozik ettől az évtől. A leendő kápolna területét már átadták a kivitelezőnek, a bontással elkészültek, jelenleg a gépészeti munkálatok zajlanak, valamint gipszkartonoznak a szakemberek. Az épületben a kápolnán kívül közösségi tér és plébániai hivatal is helyet kap majd. Lesz ugye a kápolna része, ami ugye egy közösségi térként is használható lesz, akkor a szentétel lehet egy kicsit választani, és akkor egy közösségi térként akár
filmvetítésre, ilyesmire is lehet majd használni. Akkor ugye lesz az iroda blokk, a vizes blokkal együtt, és lesz egy kisebb közösségi terem is, ahol mit tudom én, nagyon 15 fős rendezvényeket lehet tartani, összejöveteleket. Persze, hát ugye a kápolnához kapcsolatban a sekrestje, meg a nyomtatószék is elkészül. De a tervek szerint 2 éven belül új katolikus templom is épül a panelházak között. A Szent II. János Pál pápáról elnevezett plébánia új temploma a Rózsadomb alján lesz. A pályázati művek beérkeztek, most megy a zsűrizése, és reményeink szerint a közeljövőben meg is lesz a nyertes. Érdekesek, szépek, nyilvánvaló, hogy van, amit korrigálni kell mindegyiken. Én azt gondolom, hogy méltó lesz a helyhez, méltó lesz az itt élőkhöz. Sok szép dologgal fog bővülni Kertváros. A Rózsadom területe is megújul, komoly infrastruktúrális fejlesztés is várható sportolási lehetőségekkel. Veretlenül menetel a Siófok KC női kézilabda csapata az EHF kupa csoport körébe. Eddig a dán Hernig Ikast és a német Metzingen ellen játszottak a lányok, mindkét mérkőzést magabiztosan nyerték, szombaton a svéd Safehof csapatát fogadják hazai pályán. Erőléti edzés a Pártuc lányoknál. A csapat tagjai kiváló fizikai és mentális állapotban várják a svédek elleni összecsapást. Torodvár Moán vezetőedző szerint már túl vannak a csoport 2 nehéz ellenfelén, a Sävehof elleni hazai mérkőzést illetően pedig mindenképpen bizakodó. A mester szerint ahhoz is minden adott, hogy akár meg is nyerjék az EHF kupát. Nem félek kimondani azt, hogy ha magunkhoz mérten a legjobb formánkban tudunk kézilabdázni, akkor igenis esélyesei vagyunk a tornának. A potencia megvan a csapatban, és a képesség ahhoz, hogy megnyerje, de hát ez nyilván nem ennyire egyszerű. Itt most tényleg azt az opciót vázoltam fel, ha a legjobb játékunkat tudjuk nyújtani minden mérkőzésen, de igen, az a véleményem, hogy esélyesei vagyunk azoknak a csapatoknak, akik megnyerhetik ezt a kupát. Január 1-től tormester mellett egy másik méltán elismert szaktekintély, Bent Dál is segíti a csapat felkészülését. Régóta ismerik egymást a vezetőedzővel, így nem okozott nehézséget a közös munka. Arra kértük, mondja el, mivel erősíti ő a Pártuc lányok sikerét. Tapasztalt edző vagyok. Talán a legjobb képességem a mérkőzésekre való felkészítés, a taktikai elemzések, és azokból a legjobb taktika kidolgozása, felkészülés egy-egy találkozóra. A videó elemzésekből ez sokkal segíti mind Thor, mind pedig a csapat munkáját. Bent Dál a szombati hazai svédek elleni mérkőzésen foglal majd először helyet a kispadon tormester mellett. Bízik a lányok sikerében, és akárcsak norvég kollégája, ő is esélyesnek érzi az SKC-t az EHF kupa címének elnyerésére. Híradónk végén tekintsük át még egyszer a legfontosabbakat. 16. alkalommal adták át a Mésző Miklós díjat, Szvoren Edina novellás kötetéért kapta az elismerést. Az őrök mentették meg, felakasztotta magát egy rab a szekszárdi börtönben. Kéménytüzek, télen megszaporodnak a nem megfelelő karbantartás miatti káresetek. Generációváltás, 25 éves Tolna megye egyik meghatározó útépítő cége. Szombaton a napsütés délnyugat felől fokozatosan fáváltja egy vastagodó felhőtakaró. Estétől egyre nagyobb területen előfordulhat hószálingózás, kisebb havazás, de jelentős hó nem valószínű. Vasárnap már csapadékra sem kell számítani, és a felhőzet is vékonyodik. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket, viszontlátásra!